Szerusztok! Ez a harmadik soron következő adásunk. 2020. január 14-e van, és hát mint eddig is, elég sok spirituális dolgot, ismeretterjesztő dolgot, és jó néhány érdekességet fogok most is mondani. Kezdjünk bele, vágjunk is bele. Hát először is az alagutakról, a föld alatt levő alagutakról, amelyek egész civilizációkat köthetnek össze, aztán a piramisokról, majd záró akkordképpen történelmünk gyászos mi voltáról, illetve hát arról is fogok szólni, beszélni, hogy mennyire hazugság, mennyire kamu ez az egész. Kezdjük tehát az alagutakkal, ugye a piramisok lesz a második téma, nem véletlen, mert összefüggő, hiszen a piramisok alatt is valamilyen szinten hát alagutak húzódnak, némelyik piramis alatt egész sok, egész sor alagút húzódik. Írta valaki, már a nevét nem igazán tudom, egy bizonyos cikkben, hogy éppen Amerikában az egyik sivatagban járt, és hát csoda egyáltalán, hogy ezt túlélte, látott egy hatalmas, nagy, több ezer láb hosszú kis űrhajót, amely egyszer csak leszállt, és körülbelül így a sivatag felszíne fölött egy 10-20 méterrel lebegést végzett, majd kinyílt egy csapóajtószerű, és ez az óriási valami pillanatok alatt eltűnt. Mit bizonyít mindez? Az bizonyítja, hogy amit az első adásban már elmondtam, végül is a Földön a földiek űrhajókat használnak már bizonyos utazásokra. Be nem jelentett űrutazások vannak. Van egy úgynevezett űrprogram, ami sajátságos módon hazugság az egész. Sokan elhiszik az amerikai kongresszusban is, meg a NASA dolgozók között is. Kevesen vannak, akik már tudják, hogy az egész nem igaz, és az egész Apollo program különben csak ez fedő színjáték, ami azt van hivatva elleplezni, ami valójában van, mert hát valójában, kedves nézőim, az van, hogy már azzal a technológiával, ami nekik létezik, és amit idegenektől is, meg egyéb módon szereztek, már a Hold Mars utazás szinte olyan, mintha el akarna az ember menni Tokajba, hogy aztán Tokajból Miskolcra, nem egy nagy valami rutinszerűen végzik, különleges katonák, különleges képzésű mérnökök, illetve különleges űrhajó parancsnokok, akik erre ki vannak képezve, és akik közül sokan ugyanúgy hazudnak, mint azok a politikusok, meg a CIA és az amerikai kormány tagjai, akiknek érdekük, hogy ezt a nagy közönség előtt hát letagadják. Most alagútrendszerek. Ugye nem nagyon tudjuk követni a föld alatti dolgokat, hiszen a barlangászaink néhány száz méter, vagy legfeljebb egy-másfél kilométert képesek lefelé menni. Sem a technika, sem pedig az emberi tudás nem oly mértékű, hogy kövessük a barlangjáratokat, vagy a barlangjáratok folytatásaképpen bizonyos szinten, több kilométer mélységben húzódó ilyen kis utacskákat. Most az itt a baj, hogy így tudnak bizonyos erők, nem meglepően egyébként, így tudnak bizonyos erők elszeparálódni az embertől, és így tudnak bizonyos erők olyan hatalmat is gyakorolni az ember fölött, amiről fogalma nincs. Nézzük a piramisokat. Tulajdonképpen ez a fő témám, ez a második témám. A piramisok építését is alagutak építése előzte meg, hiszen valamilyen szinten alapot kellett rakni ezeknek az óriási építményeknek. Itt van mindjárt például a Keops piramis. Azt hittük, hogy ő a legnagyobb, hogy ez a piramis a legnagyobb a világon. 149,6 méter magas, egyébként 149,6 millió kilométer a Föld nap középtávolság, tehát már ez is valamilyen számisztikai dolgot jelöl, és nagy bravúrral sikerülhetett ilyet építeni. Vagy nem is volt olyan nagy bravúr, mert olyan tudások építették? Nem tudom. 31.557.000 tonna. Ennyi másodperc van egy évben. 2.600.000 kőtömb van egymásra téve. Hogyan jó Istenbe lehetne ilyet összerakni? Körülbelül 20-24.000 éves elméletileg. Hogy tudtak akkor ilyet összerakni az akkoriak? Hát ez valami elképesztő. Ugyanakkor véleményem szerint az akkori csúcs technológiával, tehát valamiféle teleportációval, illetve egyéb még ma sem igazán ismert technológiával építették, és minden egyéb történelmi meg tudományos tétel, amely a nagy piramis építésére vonatkozik, szerintem kamu, kalandzsa és hazugság. De folytassuk csak a piramisokkal. A világ számos területén vannak piramisok. Nemrég találtam meg ennek a Samir Osmanovicsnak, vagy Osmanovicsnak a tanulmányát,
amely szerint ő valamikor a 2000-es évek elején piramisokat fedezett fel Boszniában. Az illetőről egyébként tudni kell, hogy boszniai születésű, kisgyermekkorában visszidáltak az Egyesült Államokba, ott végzett, doktori diplomája is van. Tehát rendkívül komoly ember, tele van pénzzel, ez persze nem baj, nem azért mondom, és így volt ideje visszatérni Boszniába, és ott valamilyen formában ezeket a piramisokat saját költségére elkezdte kibontani a növénytakaró alól, mert hiszen növénytakarók borították. A legfőbb boszniai piramis, ami egyébként Szarajevótól 25-30 kilométerre található északra, a legfőbb boszniai piramis gyakorlatilag 220 méter körüli, ami magasabb, mint a Keops. A Föld eddigi legnagyobb talált és felderített piramisa. De ez az Osmanovics semmit nem bízott a véletlenre. Bejárta a fél világot. Guatemalában, ha jól emlékszem, Dél-Amerika más tájain, és persze az azték mexikói piramisokat, a szudáni, egyiptomi, a kínai piramisokat is lefényképezte. Kínai barátaink persze tagadják mindezen dolgok létezését, és gondolom Osmanovicsnak sem mondták meg, hogy ez mi valójában, ő pedig okosan nem igazán kérdezett, mivel hát amerikai műholdak tucatjai vettek már le a kínai piramisokról képeket, de a kínaiak azt mondják, hogy valamiféle hegy, vagy vulkánképződmény, vagy építmény, vagy egyáltalán nem is válaszolnak az őket ért jogos vádakra, hogy miért, és kérdésekre, hogy miért nem mondják már meg a világnak, hogy ennyi piramis van Kínában. Egyébként a piramisok ősi, misztikus és mitikus építmények, és szerintem egy az egyben olyan jellegű spirituális képességek kibontakozását tették lehetővé, amelyekről a ma embere csak álmodni mer. Vagy lehet, hogy álmodni sem mer, hiszen a ma embere végülis mivel álmodik? Rémálmai vannak a főnökére, vagy az asszonyra gondol, vagy a munkahelyére. Persze, hát ez természetes, hiszen ma totálisan le vagyunk hűítve, minden szinten. Összeírtam én, hogy egy kicsit fölveszem tehát a szemüveget, hogy véleményem szerint mire is használták ezeket a piramisokat. A piramisok funkciói. Valószínűleg nagyon sok esetben gyógyításra is használtak a piramisokat az ősi atlantisziak és irányítók, meg egyéb idegen szövetségesei. Gyógyítás a betegségek semlegesítésére, főleg a kísérleti emberfaj egyes egyedeinél. Azon kívül a törzsek, különböző törzsek és populációk papjainak az életét voltak hivatva meghosszabbítani, hiszen voltak olyan kamrák a piramisokban, amelyek beállt egy ilyen pap, vagy akkori okkult méltóság, gyakorlatilag akár 100 évvel hosszabbodott meg az élete, rendbe jött az egészsége, különböző determinált, véleményem szerint, mert ugye egy megírt sorsunk van, determinált sorspontok kioldottak. Ez egy piramis szintjén szerintem lehetséges, és nem mese, hiszen ezek óriási, szinte energiagócok, energiagépek. Azon kívül teleportációs kapuk is voltak a jelenben, a jelentéri időben, de más szférákba, tehát akár a Marsra is el tudta magát teleportálni egy atlantiszi, ezt már nem bízták az emberekre. Azon kívül térben és időben is utaztak, tehát múlt-jelen utazásokat is végrehajtottak. Végül, amit én regresszióból szedtem, egy Arden nevű médiumot regresszáltam, és ő elmondta, hogy a piramisok alatt, némely piramisok alatt vizek vannak. Van olyan, amelyik piramis belsejében például tó van. És az ilyen tóban, ha megfürödtek adott ember, vagy bármilyen lény, gyakorlatilag az éteri sikra át tudott lényegülni a teste. Most sokkal kérdezhetik tőlem, hogy ez ma miért nincs, meg hogyan lehet, hogy ma nincs ilyen, hiszen lehet, hogy ma is belemennek a piramis belsejében levő tóba emberek, és akkor nem tűnnek el, nem lényegülnek át. Hát persze, csak azt nem értjük meg mi emberek, és ez a legborzasztóbb, és ez talán a bizonyítéka annak, hogy itt nagyon is komoly ellenmunkát lehet végezni, nagyon is komoly dezinformációt lehet végezni, hiszen a mai embere nem mindenre alkalmas, amire a régmúlt embere alkalmas volt. Nem mindenre alkalmas, amit a régmúlt embere tudott és bevett szokás volt, hogy egy hétköznapi rutin, egy standard dolog. Ma már a genetika is más, az asztráltér is más. Tehát ma lehet, hogy 5 évig kéne fürdenem abban a piramis alatti tóban, azt meg nem tudja megcsinálni már egy milliómos se, hát, hogy nincs arra 5 éve, a mai ember időben van szorítva. Akkor elég lehetett egy-két hétig ott fürdgetni, pancsizni. Genetika más volt. Egész más genetikai rendszere volt az embernek. Kicsit az asztráltér más volt. És hát persze más volt a hite. A mai ember már, bocsásson meg, nem nagyon hisz semmiben. És ez baj. Tisztelet a kivételnek, a hithű vallásosoknak, meg a valódi meditálóknak, buddhistáknak, okkult embereknek, de a hitünk körülbelül
15-öd annyi, mint a régmúlt emberé, akik között ott éltek az atlantisziak, a harmadik szemű óriások, és akik gyakran úgynevezett ufók, bár ők nem annak nevezték, között érték le az életüket, mert kénytelenek voltak így élni. Na most visszatérve, ugye a harmadik dolog, amit így most elétek raknék, így a történelem. Tehát ezek a piramisok valószínűleg, ugye egyesek azt mondják, hogy Keosz piramis pár ezer éves. Szerintem egy 20-24 ezer éves. Ozmanovics azt mondja, hogy hát ugye a világ legrégebbi piramisa, ott az a nappiramis, a piramis csoport fő piramisa, amit ő megtalált, az már kb. 30-35 ezer éves. De tulajdonképpen mindegy. Gondolkodjunk csak. Ha ezek vannak, ha ezek voltak, és ha ezeket ilyen nagyon nagy mélységű régmúltban építették, ilyen nagy mélységű régmúltban már olyan technológia volt, spirituális technológia, vagy bármilyen egyéb, amivel ezeket képesek voltak fölhúzni, hát akkor az egész történelmet meg kell változtatni. Ha igaz az, hogy, már pedig igaz, hogy hatalmas nyílások vannak, persze jól lezárt nyílások, amelyek barlangrendszerekbe vezetnek. A barlangrendszerekből utak vezetnek más utakhoz, amely utak aztán föld alatti, meg tavak, meg tenger alatti városokhoz vezetnek. Akkor könyörgöm, mi lehet még itt? És mi az, amit nem tudunk? Nagyon sok mindent nem tudunk. Hiába vannak műholdak, fényképeztük le a föld felszínét. Könyörgöm, azt értsük meg, ha a barlangokból át tudnánk jutni bizonyos más utakra, amely utak megint olyan utakhoz vezetnének. Figyelitek? Tehát oké, és következni. Amely utak aztán a föld alatti világokba, föld alatti civilizációkhoz. Akkor egészen megváltozna a képünk. Egészen megváltozna a történettudományunk. Hát igen, csak az a baj, hogy valahol Ozmanovics is szembe találta magát azzal, hogy nagyon-nagyon sok történész, meg akadémikus, meg professzor nem igazán akarja ezt tudomásul venni, még ha van is róla valami ismerete, egyébként a legtöbbüknek nincs, de van is valami ismerete, akkor nyilván szabadkönyves barátai, politikus barátai, vagy bármilyen lény barátai lebeszélték, lefizették, esetleg valamilyen szinten meg is fenyegették, hogy nem beszélhet erről. Már pedig foglalkoznunk kéne ezzel, mert az egész történettudás, az egész történelmünk megváltozna. És megváltozik azáltal, illetve attól, ha ezt mi elfogadnánk. És attól, hogy ezt tudnánk, tudjuk. Na most itt azért fölmerül a kérdés, hogy ha a történelem így hazudik, ha a történelem dezinformál, akkor valójában mi igaz körülöttünk, és mi az, amit valójában tudnunk kellene, mi az, amit valójában ismernünk kellene ahhoz, hogy valóban emberiség szinten megváltozzunk, és ne csak magányos papok, kósza misztikusok, vagy pedig Tibet hegyeiben a buddhisták tudják a megvilágosodás felé utat, megvilágosodás felé vezető utakat azonosítani önmagukban. Hát igen, nagyon nagy út várna az emberekre. Ugyanakkor talán most lenne éppen könnyű dolgunk, hiszen egy kicsit lefelé néznénk, vagy befelé önmagunkba. És nem csak a technika, nem csak a technológia, nem csak ez a szuper LCD televízió, meg kibernetikus kiborgok által jellemzett, meg számítástechnika által jellemzett világ, az, ami érdekelne bennünket, hanem visszatérnénk oda, illetve ahhoz, amit őseink is tudtak, saját magukban rejlő belső bölcsességeket, saját magukban rejlő empátiát, a másik iránti odaadást is, egy kicsikét, egy icipicikét fejlesztenénk. Vagy ahogy Krisztus mondta, a mustármagnyi hitetek lenne, egy picikét többet adnátok magatokból, egy picikét többet látnátok, akkor többet is tudnátok, több képességeitek is lennének. És talán hegyeket mozdítanánk el. És képletes értelemben a hegyek alatt talán meglátnánk az ott futkosó, ki tudja kiket, akiknek éppen az a szándékuk, hogy ezt a sok terjedelmes baromságot, amit ma tudásnak, meg bölcsességnek nézünk, valójában elénk adják. De csak elénk adják, mi meg megesszük. Nem mindent muszáj megenni, amit elénk raknak. Tehát véleményem szerint itt egy óriási tudáshalmaz van, és ez a tudáshalmaz még nincs benn. Még nincs benn az emberek agyában, és ez hiányzik. Ez a hiány bizony végzetessé válhat, ha arra gondolunk, hogy az ellenerők micsoda hatalmas akadályokat löknek mindig elé, és mivel etetnek minket. Hát nem szabad volna minden megennünk. Hát körülbelül ez az, amit ma így el akartam nektek mondani, a történelem hamisítás és a piramisok kapcsán.